Önök a Halas Televízió hírműsorát látják. Azonnal kezdünk. Változtak a szabályok, a szolgáltató maradt, a kötelező kémény ellenőrzés viszont itt is ingyenes lett. Sok a gondozatlan síremlék, a temető működtetője nem nyúlhat hozzájuk, így nagyobb odafigyelést kér az egyház a hozzátartozóktól. Most már biztonságosabb a sóstói kilátó, megjavították a kerítést és pótolták a feljáró hiányzó részeit. Ahogy fel kell a nap, megkezdődik az áramtermelés, egy éve működik a halasi naperőmű. Jó estét kívánok! Pénteki hír összefoglalónk következik, tartsanak velünk! Halason továbbra is a Halas Termo Kft. Munkatársai végzik a kéményseprést, míg az országban sok helyen a katasztrófa védelem vette át ezt a feladatot. A lakosságnak viszont már itt sem kell fizetni a kötelező ellenőrzésért. Július 1-től léptek életbe a változások. Változások történtek a kéményseprés terén. Ahol az önkormányzatok nem vállalták a feladatot, ott a második fél évtől, vagyis július 1-től a katasztrófavédelem végzi a kéményseprést. Halas azon települések közé tartozik, ahol maradt az eddigi szolgáltató. Viszont, mint mindenhol, itt is ingyenes lett a kötelező kéményellenőrzés és tisztítás a lakosság számára. Nyilatkozni lehetett, hogy július 1-től hogyan szeretnék a továbbiakban biztosítani a szolgáltatást, tehát egy-két település átadta a katasztrófavédelem illetékes szerveinek ezen feladat ellátását. Kiskunhalason továbbra is a Halas Termo Kft. Fog szolgáltatni, egészen addig, amíg a jelenlegi szerződésük érvényben van, ez 2017. júliusáig tart. A lakossági szolgáltatások egy része ingyenessé fog válni, illetve már július 1-től ingyenes, ugyanúgy a Halas Termo fogja ellátni ezt, azzal a különbség, hogy ezekért a lakosságnak nem kell fizetni. Az országgyűlés tavaly ősszel döntött arról, hogy a kéményseprést térítésmentessé teszik. Az átalakítást azzal indokolták, hogy a kéményseprési díjak a feladatot ellátó magáncégek miatt a többszörösére növekedtek, illetve nagy különbségek alakultak ki a szolgáltatás színvonalában, rendszerességében és árában, több megyében pedig ellátási zavarok jelentkeztek. Még nem mindenki értesült arról, hogy most már nem kell fizetni a kötelező kéményseprésért, de a hírt mindenki jól fogadja. Nem hallottam erről, de viszont mi szoktuk nézetni, be van csövezve, és akkor tükrözni szokta a kéményseprő, meg idáig fizettük is rendszeresen mindig. Most viszont már nem kell, mit szól ehhez. Hát örülök neki. Ez az ilyennek mindig örül az ember, de valahol csak kell, hogy azt ők beszerezzék a polgármesteri hivatal, vagy mit tudom én valakinek, csak fizetni kell érte, mert hogy ők nem tőlünk érik, hanem valahonnan máshonnan kapják a díjazást, az nem jelenti az most, mert semmibe se fog kerülni valamilyen módon csak. Ugye? A cégnél keletkezett költségeket az önkormányzathoz kell majd bejelenteni, és mi ezt központi költségvetésből tudjuk majd visszaigényelni. A jelenleg nyári időszakban eléggé kieső területről van szó, viszont az építkezések során sem árt figyelni, akár a kivitelezésre, akár a felújítások során, hogy tényleg úgy legyen karbantartva a kémény, hogy ne a téli időszak előtt egy-két héttel, egy-két nappal kelljen kapkodni. Tényleg célszerű ezeket rendben tartani ilyenkor is, és természetesen a tél előtt a fűtési szezon beindítása, a beindulása előtti karbantartásokra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Változás az is, hogy az új jogszabály szerint a gázkéményeket ritkábban egy év helyett két évente kell majd ellenőrizni. Tegnapi adásunkban számoltunk be arról, hogy a szélmalom falából kisebb fák és növények nőnek ki. A Halasi Városgazda ZRT munkatársai a mai napon kiszedték ezeket a növényeket a műemléképület falából. A gyökereket próbálták óvatosan eltávolítani a mállófalból. A malom épülete mellett a közvetlen környezetét is rendbe tették. Mostanra elkészült a sóstói kilátó legsürgetőbb hibáinak kijavítása is. Jó pár veszélyessé vált kerítéselemet kellett pótolni, és a kilátó hiányzó lépcsőinél is elvégezték a pótlást. Itt még a megcsúnyult tájékoztató táblák várnak rendezésre. Közben a Városgazda Halas területén a kátyúzásokat is végezteti. Hosszú a hibalista, de sok helyen már kijavították az utakon keletkezett gödröket, és ez a munka az elkövetkező hetekben is folytatódni fog. Tiszteljük az elhunytakat, tartsuk rendben a síremlékeiket.
Ezt kéri minden hozzátartozótól Kocsis Mátyás. A halasi férfi azt tapasztalja, hogy a katolikus temetőben vannak olyan síremlékek, melyeket már évekkel ezelőtt benőtt a gaz, és már a bokrok is kihajtottak rajtuk. Kocsis Mátyás felesége a katolikus temetőben van eltemetve. A férfi azt mondja, minden nap kijár a síremlékhez. Elszomorítja, hogy a környező nyughelyek között van olyan, melyet nem gondoz senki. Szeretném tartani úgy, hogy ha sírkezik, hogy rendben legyen minden, rendben legyen mindent, tiszta legyen. Akkor jó, mikor tiszta a sírek. Hát ne legyen ilyen dzsungel, meg mindent. Ezt szeretném. És lássa feleségemnek a sírját, édes ember vagyok, de hát tartom, míg én élek, megtartom, nem tudom, hogy mi lesz hozták, ha én meghalok. Ára is van olyan helyen, nincs leízéve, nem tudják takarítani a síreket. A kezé van, hát a nagyfi, ha nem látszik a sír. A temető a katolikus egyház fennhatósága alá tartozik. Finta József atya megkeresésünkre elmondta, rendszeresen vágják a füvet, a növényzetet, de csak ott, ahol a terület hozzájuk tartozik. A sírok és azok szűkebb környezetének rendbetétele a hozzátartozók feladata. A munkatársaink, akik a temetőben ellátják ezeket a gondnoki, rendbentartói feladatokat, nem is nyúlhatnak hozzá ezekhez a síremlékekhez, hiszen nem a mi tulajdonunk. Természetesen a hozzátartozók felelőssége az, hogy a síremlékeket rendben tartsák. Továbbra is szívesen vesszük a hozzátartozóknak és a halasi lakosoknak az észrevételeit, amiben tudunk, mi segítünk, amiben viszont nem tudunk, az természetesen a családoknak a felelőssége. Ezért én magam is szeretném kérni azt, hogy a temetőt, mint közös hát emlékhelyünket, mint a városnak és a város lakói számára egy fontos helyet közösen tartsuk rendben. Amit az egyház, mint fenntartó köteles megtenni, azt igyekszik ellátni, és ugyanerre szeretnénk kérni a családokat, hozzátartozókat is, hogy lehetőségeikhez képest gondozzák a síremléket, síremlékeket, illetve találjanak megoldást, hogyha ők maguk azt nem tudják ellátni. A Szegedi úti nyitott tábor bezárását kéri a sikeres halasért társaság. Az SHT önkormányzati képviselői ma délelőtt ott a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót. Vízkeleti Szabolcs frakcióvezető azt kéri, induljon el egy lobby ezügyben. Ha ez elmarad, tiltakozó akciókat szerveznek. Az ügyben vagyunk itt, hogy tűrhetetlen, hogy még Magyarország többi településein sorra zárnak be a nyitott szállások, addig Kiskolason pedig sorra nyílnak meg ezek. Mi szeretnénk elérni azt, hogy ezek a nyitott szállás bezárjon, ezért négy követelést fogalmaztunk meg. Az egyik azt célozza, hogy zárják, érjék el Kiskolasváros vezetői és az országgyűlési képviselő, hogy bezárják ezt a tábort. Vessék be az ígért lobby erejüket, szólaljanak meg az országos médiumokban Kiskolas ügyében, és az országgyűlési képviselőnk pedig a parlamentben tegye meg mindezt. Amennyiben a követeléseinknek nem tudnak eleget tenni, így nem riadunk meg semmilyen demonstrációtól annak érdekében, hogy a tábor bezárjon, és így kényszerítsük ki Kiskolas város lakóinak az akaratát. Aki ügyeket szeretne intézni a kiskunhalasi közös önkormányzati hivatalban, attól azt kérik, hogy erre kerítsen sort az elkövetkező napokban. A Városháza tájékoztatója szerint július 25-től augusztus 5-ig igazgatási szünetet tartanak. Ez már évek óta bevett gyakorlat. Az igazgatási szünet alatt a hivatalban az ügyfélfogadás valamennyi osztályon és ügykörben kizárólag halaszthatatlan ügyben csökkentett létszámmal történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján. Ilyen halaszthatatlan ügy például a halálesetek anyakönyvezése vagy a súlyos veszélyeztetettség. Július 25-éig a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket. Ahogy felkel a nap, beindul az áramtermelés. Csak nem egy éve működik a halasi földre telepített naperőmű. A szakemberek a működését az internet segítségével követik nyomon. A termelt áramot értékesíti az önkormányzat. Óránként mutatja, hogy melyik órában mennyi termel, és akkor itt látszik, hogy fölkelt a nap olyan 5 óra környékén, akkor kezdett el termelgetni, és ez a melyik most az legutolsó diagram, ez a mostani órát mutatja, és akkor ugye szépen húzik még fölfelé.
Szép csendben dolgozik a város határában, a szennyvíztisztító telep mögött a Halasi naperőmű. Csak nem egy éve állították üzembe a telepet. A területen egy napsütéses legelő volt korábban, most pedig a napenergiát fogják be a panelsorok. A telep működését, teljesítményét akár a városházáról is figyelemmel tudják kísérni, így a park nem igényel folyamatos jelenlétet. Közel egy éve került átadásra ez a fél megawatt névleges teljesítményű földre telepített naperőmű, amit pályázati forrásból valósított meg az önkormányzat. A kezdeti kisebb nehézségek után, amik ugye azt tartalmazták, hogy a rendszereket be kellett állítani, a kamerarendszert, a biztonságtechnikai rendszert, valamint a különböző technikai részeit, ezek viszonylag hamar összeálltak, és akkor azt követően gyakorlatilag önjáróvá vált a naperőmű, különösebb gondoskodás nem igényel. A pályázatban beállított és a műszaki paraméterek alapján elvált teljesítményeket produkálja. A rendszer működése során természetszerűleg kisebb hibák azok előfordulhatnak. Van egy úgynevezett inverter nevű berendezés, ami a napelemekből kijövő energiát átalakítja olyan formátummal, ami a hálózatba betermelhető. Ezeknek a kisebb hibáit egy internetes rendszeren keresztül nagyon rövid időn belül tudjuk észlelni, illetve az üzemeltetéssel megbízott cég is él felénk jelzéssel, és ezek a hibák eddig mindig rövid időn belül garanciális javítások keretében elhárítottak. A megtermelt energiát az elektromos hálózatba táplálják be és értékesítik. De nem csak itt fogják termelésre a napot, Halas jó úton halad a megújuló energia használatával, iskolák, intézmények vannak már felszerelve napelemekkel. Az intézményeinket az elmúlt években szintén felszereltük ilyen szigetszerűen működő napelemekkel. Az egy kicsit más kategória vagy más működési elven megy, mint ez a földre telepített naperőmű, hiszen az intézményeknél ott egy úgynevezett oda-vissza mérős órán keresztül termel áramot tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy az intézmény fogyasztása kerül szembeállításra megtermelt mennyisége, és ott a kilowattok alapján történik az elszámolás. Itt tehát a naperőmű esetében, itt pedig megtermelt energiát forintért értékesítjük, ez egy kicsit más jellegű konstrukció. Tehát itt nem egy konkrét fogyasztással van szembeállítva a naperőmű teljesítménye, hanem a termelése, hanem a szabadpiaci értékesítés útján. Az intézmények mellett egyre több családi ház tetején is látni napelemeket. A statisztikák szerint Halas az ország legnapsütésesebb települései közé tartozik. Az éves napsütéses órák száma megközelíti a 2100 órát. Színes, indiai hangulatot idéző kelmék kerültek ki a Városháza díszudvara fölé. Ez a dekoráció is hirdeti, hogy itt egy különleges esemény lesz. A kelmék mellett a tablósor is a helyén van már. A Molinok Amrita Sergil magyar származású indiai festőművész életét, munkásságát mutatják be. Ő volt a 20. század egyik legnagyobb modern festője. 1938-ban egy ideig Halason élt, itt festette egyik legismertebb alkotását, a Vidéki piacot, de több képén is látni halasi épületeket. Életműve előtt tisztelekbe 9-én szombaton 18 órakor nyílik meg alkotásainak monumentális kiállítása. Az emlékestre ellátogat az indiai nagykövet is. A díjmentes rendezvényen az érdeklődők beletekintetnek az indiai kultúrába és gasztronómiába is. A hétvégén ismét benépesül a Hírling József Lovaspark. Ma délután nyílt edzést tartottak, a hétvégén pedig színvonalas versenyek várhatók. Már több mint 300 startot regisztráltak. A halasi és környéki lovasklubok szinte teljes mezőnye bemutatkozik, de országosan ismert díjugratók is szerencsét próbálnak. A felnőtteknél a két legutóbbi kiskunhalasi nagydíj győztese is itt lesznek. Ezen kívül Weinhardt Virág gyermek Európa-bajnok lovasunknak is lehet szurkolni a regionális eseményen. Két nap alatt 16 versenyszámot tartanak a 4 évszakos pályán. A programok szombat és vasárnap reggel 9 órától kezdődnek, és késő délutánig tartanak. A Fazekas utcai arénába ingyenes lesz a belépés. Most pedig műsorunk végéhez közeledve röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. Változtak a szabályok, a szolgáltató maradt, a kötelező kémény ellenőrzés viszont itt is ingyenes lett. Sok a gondozatlan síremlék, a temető működtetőjén nem nyúlhat hozzájuk, így nagyobb odafigyelést kér az egyház a hozzátartozóktól. Most már biztonságosabb a sóstói kilátó, megjavították a kerítést és pótolták a feljáró hiányzó részeit. Ahogy fel kell a nap, megkezdődik az áramtermelés, egy éve működik a halasi naperőmű.
A híradónk után következik az időjárás jelentés, azután pedig a gyermeksarok, amelyben a Csicseri és Borsó zenekar fellépéséből mutatunk részleteket. Mára köszönöm a figyelmüket, szép hétvégét és jó kikapcsolódást kívánok Önöknek. Viszontlátásra!